Pályaorientációs napra készül a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. A programmal elsősorban a továbbtanulás előtt álló végzős diákoknak szeretnének segíteni. Az eseményen különböző foglalkozásokon, illetve előadásokon vehetnek részt a tanulók, csak nem 20 lehetőség közül választhatnak majd. Kettőt kell majd kiválasztaniuk, amelyik leginkább érdekli őket, és meghallgatni annak a főként volt diákunknak az előadását, tájékoztatását, akik éppen egyetemen tanulnak, vagy éppen már végeztek, és már valahol dolgoznak, hiszen tőlük nyerhetnek elsősorban első kézből információt. Illetve a tervek szerint néhány egyetemről is érkeznek olyan előadók, akik bemutatják az adott intézmény képzési kínálatát. Bár a rendezvény a 12-es tanulóknak szól, az alsóbb évfolyamokra is gondoltak a szervezők. Ők még inkább ilyen önismereti, közösségépítő foglalkozáson vesznek részt, ami persze megalapozhatja a pályaválasztást, nekik még nincsenek azért annyira konkrét elképzeléseik, hogy mit szeretnének majd, merre szeretnének tovább tanulni, de ez az iskola pszichológus által szervezett foglalkozás mindenképpen segítheti őket abban, hogy megismerjék saját képességeiket. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium pályaorientációs napját december 11-én rendezik meg a délelőtti órákban.